Kicsit a 18. század végére visszamegyek, amikor is az iskola és az iskolás klasszicizmus, a színjátszást a nevelés olyan hatékony eszközének tekintette, amely közvetlen tárgyi ismereteket és erkölcsi elveket egyszerre képes átadni a befogadóknak. Ez az iskolás szemlélet messze túlélte nem csak az iskolai színjátszás virágkorát, hanem ez jellemezte a születő hivatásos színjátszást is. A 18. század utolsó harmadától kezdve a Tempefőiből idézek, a nemes erkölcsöket élesztő irodalom szépre és jóra nevelő funkcióját társították a színházhoz is. A színházzal foglalkozó írások pedig egyre gyakrabban a magyar nyelv és a kultúra csinosodásának eszközeként szóltak a színpadról. Így fogalmazódott meg a morális és a patrióta színház egymástól elválaszthatatlan ideája. Ez szemléletet megtámogatta Schiller értekezése az 1784-ben készült a Színpad mint morális intézmény című, amelynek gyors magyarországi befogadása a 18. század végétől épp nevelő-építő funkciója miatt felerősítette a színház igényét. Schiller tanulmányát Magyarországon sajátos csúsztatással olvasták. Ezért egy csúsztatás megértéséhez szeretném röviden felidézni a Schiller értekezés téziseit. Három nagy csoportban rendezve sorolja a színház sokféle jótékony hatását. Eszerint a színház az igazság megismeréséhez, a nemzeti közösség létrejöttéhez, illetve a közösségi összetartozás erősítéséhez, s végül a felvilágosodás eszméjének gyönyörködtető interiorizálásához járul hozzá hatékonyan. Végül e számos pozitívum összefoglalásaként a színház valamennyi érdeme az emberiség egységének, mondhatnám nembeliségének tudatosításában csúcsosodik ki. Egy mindent átfonó együttérzésben testvériesülve, újra egy nemzetségé feloldódva, a közönség tagjai elfeledik önmagukat és a világot, s közelednek égi eredetükhöz. Minden egyes ember élvezi az összesnek elragadtatását, mely felfokozva és megszépülve száz szempárból hullik vissza rá, és szíve most csupán egy érzetnek ad teret. Érzi, hogy ember. Mindebből azonban a magyar recepció a nemzeti közösségre gyakorolt hatást emelte ki, mint legfontosabbat, ezért a színpad egyéb Schiller által egyenrangúként sorolt funkciói mind a nemzeti hatás alárendeltjeként jelentek meg. Az első magyar Schiller fordító 1810-ből Benke József, egyéb iránt Dériné apja, már 1809-ben megírta a Teátrum célja és haszna című tanulmányát Schiller szellemében és erősen a hatása alatt. Ennek a hangsúlyos, összefoglaló zárlata így hangzik. A színjáték valamely nemzetnek formálásában csodát tehet. Hazaszeretetet, jó erkölcsi gondolkodást és principiumokat támaszthat, a nép bátorságát neveli, növeli és tüzesíti. Ez a tétel végigkísérte a következő évtizedek színházról szóló diskurzusát, és a színházzal kapcsolatos lényegében minden gyakorlati és elméleti kérdést a nemzetnevelés problémái felől fogalmazták meg. A nemzeti játék színért folytatott több évtizedes küzdelmet a korszak legtöbbször a szent és vagy a heroikus jelzővel illette. E küzdelem, bár az épület a megvalósítás szükséges eszköze volt, nem egy épületért folyt Magyarországon, hanem metaforikusan Thália templomáért, amely nemzetet teremt és a nemzeti összetartozást erősíti. A színházzal kapcsolatos korabeli pátosszal telt szövegekben ezért jelenik meg a szakrális célért, vagyis a nemzeti nyelvű színjátszásért, a nemzet színházáért szükséges áldozatképzete. Ez dominált a pesti magyar színház építését mitizáló tendenciákban, a felavatásakor is, amely egyben elindította a kultuszt. Ennek egyik példája a meghökkentő, mert már rég idejét múlt allegorizálás, Vörösmarty Árpád ébredése című, a színház 1837-es nyitó ünnepségére készült egy felvonásosában. A színészeket ugye Thália papjaiként emlegetik, a színházat a magyar művészet templomaként, a színjátszás ügyét pedig a haza és nemzet iránt való kötelességként. Erre egyetlen példát hozok csak 1813-ból, amikor Döbrentei Gábor a kolozsvári színház homlokzatán egy domborművel akart emléket állítani az idősebb Veselényi Miklós színház pártolásának. Akkor az ifjú Veselényi így hálálkodott. Azon projektumod, hogy a magyar teátrum homlokfalára atyám mely képet étessék,
dicsőséges, felséges az ő szent fáradozásainak szent jutalma lenne, s minden keresztek spántlikánkáknál dicsőültebb, mert ezt egy nemzet adja. A nemzeti játékszínért való áldozatvállalásban jelentős ér volt az élő színi előadás varázsa is, az olvasmányokénál gyorsabb, közvetlenebb hatása, vagyis az a tény, hogy a színpad a nemzetnevelői funkciót hatékonyabban érvényesítheti, mint az olvasmányok. Példaként 1830-ból Kisfaludi Sándort idézem. A nemzeti nyelv, nemzeti kultúra általában a nemzetiség előmozdításának és terjesztésének egyik leghatásosabb módja és eszköze, minden okvetetlen a nemzeti játékszín és színművészség lévén, így játékszíneknek szükségét és hiányát minden hazaszerető magyar már régen sajnosan érzi, és ezen fogyatkozás miatt az országnak nagyobb birtokosait méltó neheszteléssel vádolja. Amiért választottam természetesen, az a nemzetiség előmozdításának és terjesztésének egyik leghatásosabb módja és eszköze kifejezés volt. Már az állandó nemzeti játékszín, vagyis az 1837-es Pesti Magyar Színház megnyitása után foglalta össze Bajza József így a színház küldetését, és most szándékosan két egymáshoz nagyon hasonló Bajza idézet következik, jelezni akartam ezzel, hogy mennyire komolyan így gondolták, és mennyire erősen élt mindez. Én a magyar színház ügyét sokkal magasabb szempontból nézem. Vele nem puszta mulatságot, időtöltést akarok, hanem nyelvet és nemzetiséget, nemzeti érzelmeket, szimpátiákat, stb. Szóval egy intézményt, mely egészen magyar szellemtől legyen lelkesítve, mely kebeléből magyar levegőt leheljen a két városra, mármint Pestre és Budára. A másik Bajza idézet pedig, nekünk nemzetiségre, és ennél fogva eredetiségre kell törekednünk mindenben, de kivált színpadunkon, mert ez nagy következésű dolog. Mit akarunk mi színházainkkal? Nem egyedül mulatságot, gyönyörködtetést, nekünk magasabb célokat kell hozzákötnünk, nyelvet, nemzetiséget. Bajza tehát megengedi ugyan, hogy a színházat mulatságnak, időtöltésnek, gyönyörködtetésnek is tekintse a közönség, de ne csak annak. Bajzánál sokkal szigorúbb Egressy Gábor, aki 1840-ben az Athénaumban keményen neki ment a Dunaközi Hiador álnevű szerzőnek, ő szerepel D. úrként az idézetben. Valljuk meg, mond D. úr, hogy nem igen szeretünk tanulni járni a színházba, hanem nemesen mulatni. Nem valhatjuk meg, mert általában nem áll a tétel. A nemzeti színház tehát nem a nyilvános mulatságok rovatába tartozó dolog. A morális és patrióta színház egymástól elválaszthatatlan és egyre anakronisztikusabb követelménye hosszan élt, illetve visszatért, és ugyan az előadásban nem tárgyalom, mert az már végképp nem fér bele, de a patrióta nemzetépítő követelmények mellé elég erősen társultak a morális igények, nevezetesen a legalább a színpadon az erkölcsi igazságszolgáltatás, a bűn ábrázolásának visszafogása, és a többi, és a többi, és úgy gondolom, hogy ez a visszatérő többszörös követelmény vagy igény a színházzal szemben, ez ismerős lehet azok számára is, akik a reformkoron jóval túl vannak. Tehát sokáig élt ez a, vagy él ez a gondolat. De már a vizsgált korszakunkban létezett más szemlélet is, eltérő vagy eltolódott hangsúlyokkal, vagyis volt másfajta és tágabb színház idea. És most akkor olyan gondolkodóát idézem, aki rendkívüli éles látással és önállósággal mert elindulni sokszor, vagy mindig nem kitaposott gondolati ösvényeken, Széchenyi Istvánt. Itt filológiai pontatlanságok, helyesebben csúsztatások lesznek az én előadásomban, mert az 1832-es a Magyar Játék Színről című tanulmányát összefog, vagy együtt fogom tárgyalni a 34-35-ös leveleivel, amelyekben a színházzal kapcsolatban adott utasításokat Gróf Aponyinak, hogy milyen terveknek nézzen utána, és a többi. Tehát itt ezt össze fogom mosni, és éppen ezért nem fogok kitérni arra, hogy 32-ben még a József piacára, vagyis a mai József Nádor erre tervezte a színházat. Nem fog ez nagyon különbözni attól, amit majd mindjárt mondok a későbbi tervét illetően, ugyanis a József Nádor térnek valószínűleg a beépített Duna felőli részére tervezte, és tulajdonképpen annyi történt, hogy egy kicsit csúsztatta a Duna felé a tervet. Továbbá arra is gondolnunk kell, hogy a Duna part nem volt kiépített, és ingoványos, és lápos, és egyéb volt, úgyhogy nem teljesen a mai Duna partban kell gondolkodni, zárójelbe zárva.
Széchenyi számára a színház nyilvános társadalmi, sőt társasági intézmény volt. Ilyennek tekintette, amikor a Pesti Magyar Színház helyét kijelölte a mai Lánchídnál lévő Dunapart, akkor még Koszos kikötőjében, Dokjaiban, egy későbbi belváros, városközpont, ahogy ő írja, tisztasági középpont lehetőségét látta meg. E területre álmodta az állandó hidat, a színház, a Magyar Tudományos Akadémia, a kaszinó és az Újvárosháza épületeit, vagyis a közlekedés, az összekötetés urbanisztikai tereként tekintett a mai Lánchíd-Pesti hídfőjére, ahol a leendő épületek a társasági nyilvánosság tereiként funkcionálnak majd. Amikor egy korábbi idézetünkben Egressy Gábor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzeti Színház nem a nyilvános mulatságok rovatába tartozó dolog, akkor Egressy a mulatságként felfogott színház ellen emelt szót. A nyilvános jelző láthatóan másodlagos volt a számára, valószínűleg nem jelentett többet, mint publikus vagy publikumot vonzó esemény helyszínt. Míg Egressy nem tulajdonított különösebb jelentőséget a nyilvánosságnak, addig a Széchenyi féle színházfogalomnak kardinális része, sőt feltétele volt a nyilvánosság. Széchenyi a létesítendő színháztól két hasznot várt: a nemzeti nyelv, ízlés és szokásnak kifejtéséhez, józanításához és nemesítéséhez való hozzájárulást, illetve kellemes időtöltést. A színházba ugyanis nálunk nem annyira a színdarabok, a látás és hallás véget járnak majd, mint inkább a találkozás, a társalkodás a jelenlét kedvéért. Egy magyar színháznak mindenek fölött otthonosnak és kényelmesnek kell lennie. Ezt az otthonos, kényelmes színházat szociális színháznak nevezte Széchenyi. Az időölők legfőképp azért járnak színházat, mert hova menjenek máshová. Sok öreg úr, ki se nem lát, se nem hall, de végképp valahol máshogy is üljön. Sok szép dáma, mivel láttatni jóhajts, néha látni is kíván, de korán sem egyedül a színjátszóktól és színjátszókat, hanem másoktól és másokat is. Némi munkafárasztott méltóság, hogy ott pihenjen és szunnyadozzon. Sokan, mert ott bizonyosak találkozni ismerőssel, baráttal, s így tovább. Mint ezek a játékszint, nem mint fő, hanem csak mint mellékes okot tekintik. Mint nem lehet, de nem is szükséges változtatni. De csak arra ad útmutatást, hogy valami szociális színház, ha bár csak középszerű játszókkal dicsekedhetik is, nagyobb sikere tarthat számot, mint egy antiszociális palota, jól lehet abban, tán igen előkelő alakosak fáradoznak. Itt most attól eltekintek, itt vannak egyéb érdekességek is a színház felfogásban, belső teret illetően, de ezt átugorjuk, ez nem érdekes. Széchenyi szociális színháza tehát a társadalmi érintkezés, a társasági találkozás helyét jelenti. Hasonlóan a színház körüli többi épület belsejéhez és a körülöttük lévő külső urbanisztikai térhez. Itt a kép. Mint láttuk, a korszak legtöbb megnyilvánulása épp az ilyen szociális színházzal szemben foglalt állást, a színpad nemzetépítő feladatát és céljait hangsúlyozva. E tény jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a 37-ben megnyílt Pesti Magyar Színháznak, nem csak az első néhány évben, az alulfinanszírozottság, a nem rentábilis működés kínjai mellett azzal a váddal is szembesülnie kellett, hogy az operákkal és az idegen darabokkal kiszolgálja a piac a közönség igényeit, vagyis nem teljesíti patrióta feladatait. Ideje tehát megnéznünk, hogyan és mi céllal látogatták a magyar teátrumot a szellemi elit tagjai. Olvassunk bele a 32 éves Kemény Zsigmond naplójába. 46-ban volt 32 éves, a napló bejegyzések ebből az évből fognak származni, és ugyan nagyon sok név fog előfordulni a bejegyzésekben, a naplóból természetesen csak a színháziakat írtam ki, de nem fűzök lábjegyzetet ezekhez a nevekhez, egyrészt mert nagyon sok ismert név van, a kevésbé ismertek pedig a kontextusból teljesen világosak, és nem az az érdekes, tehát ezért eltekintek a lábjegyzettől. Az első bejegyzés 46. augusztus 3. Debrecen. Színházba mentünk. Itt Zoltán Jancsival, Erős Lajossal és Abonyi Pistával úgy elfecsegtük az időt, hogy magáról a darabról semmi képzetem sincs. Az első fölvonás alatt Dezsőfi Emillel ösmerkedtem meg. Egy hét múlva, 46. augusztus 10-én már Pesten van, innentől az összes többi bejegyzés pesti. A Horváth Lazi páholyában meglátván Jósikát, oda siettem, és részint náluk, részint a tudósok páholyában Vörös Marti, Bajza, Gál és Erdélyi Jancsival töltém a színház idejét.
Másnap augusztus 11. A Magyar Színházba Lindát adták. Hollósi kisasszony lépett tán harmadik szor föl. Belőle barátai többet várnak, mint Sódelné. Én róla keveset mondhatok, mert Horváth Lazi páholyába mentem, hogy Jósika karácsonyguidó és egy barna úr volt, kinek felesége udvarlója, mint mondják az ifjú Gorove. Ezek s velök, én igen figyelmetlen viseltük magunkat, aztán a harmadik zárcégben meglátván az én bánátusi kreol nőmet, Jósika színpadi távcsövével mindig őt vizsgáltam, és így a kisebb dolgokra minő Hollósi kisasszony éneke nem maradt időm. Midőn a játék végződött, találkoztam Csengerivel és Petőfivel, itt mégiscsak fűzök egy lábjegyzetet, előző nap lett figyelmes egy bánátusi kreol nőre, akiről elkezdett rögtön érdeklődni, tehát itt őt fedezte fel. Következő bejegyzés, augusztus 13. Pest. Színházba menénk Csengerivel. Itt sok ösmerőseimmel beszéltem, s midőn fölnézegeték Dezsőfiné páholyába, egyik pajtásomtól egy botrányos történetet hallék róla és Szabó Páról. Másnap augusztus 14. Szabó meghívott páholyába, s mi még hallhattuk az alvajáró, ugye Bellini, utolsó jeleneteit. Hollósi Nellinek felséges hangja, de még igen gyakorlatlan játéka van. Színházból Cakóval, Pálfival, Csengerivel és Petőfivel vacsorára mentünk az angol királynéhoz. Ezután egy augusztus 16-17-18 három napot összefog, én természetesen csak a színházi bejegyzést vettem ki, de ez lesz az egyetlen, amikor darabról fog nyilatkozni. Egy nem is véletlen, mert hogy Cakónak a teljesen besorolhatatlan Leónájáról. Színházban egyszer voltam, a Cakó újabb művében, Leónában. Ötvös, ki meglátogatott, ajánlá páholyát, s mi Trefort Gusztit is ideértve meg Csengerit, tapsolánk itt ott a darabnak. De egyszer s mind úgy is megbírálók, hogy bizonyosan igazságosabb és szigorúbb kritikusa nem fog Cakónak közelebbről akadni, mint a 18. számú páholy társasága. S végül az utolsó bejegyzés, augusztus 19. Pest, a színházban még elérkezhettem egy opera végére. Keményt láthatóan kevéssé fogta meg a színpad, a dráma, az előadás. Naplója tanúsága szerint a színház egyértelműen a társas érintkezés, a politikai, szakmai és baráti kapcsolatépítés színhelye volt számára. De láthattuk, első útja minden este a színházba vezetett, ahol találkozott barátaival, kollégáival, akiknek legtöbbje ugyancsak másodlagosnak tekintette magát az előadást. Miért mentek mégis estéről estére a játékszínbe? Egyrészt a pesti fiatal értelmiségi elit állandó páholybérlettel rendelkezett, mert a színház fenntartásához való hozzájárulást kötelezőnek tekintette. Másrészt láthatóan mindegyikük számára a színház volt a társalkodás, a társas kapcsolat központi helye. Olyan szociális színház tehát, amilyet Széchenyi megálmodott. Köszönöm.